Szeretettel köszöntjük a Hatos Csatorna televízió nézőit, önök a Vallás és Kultúra című műsort látják. Tisztelettel köszöntöm stúdió vendégünket, dr. Pecsó ottót, a Magyar Bibliatársulat főtitkárát, és egy nagyon impozáns bibliát, egy súlyos, egy súlyos bibliát fogok a kezembe. Ezt már régóta vártuk, a revideált új Károli Biblia. Mit tudsz ezzel elmondani ezzel kapcsolatban? Hát én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, meg téged is, Imre. Köszönöm, hogy eljöttem és beszélhetek róla. Tényleg egy öt év munkája körülbelül, úgyhogy már, már nagy kő esett le a szívünkről, hogy megjelenhetett. Így most november környékén foghattuk mi is kézbe. Hát ugye a Biblia eleve súlyos dolog, tehát nem ennek a Bibliának a jellegzetessége, igen. hogy súlyos, igen, de, de, a de ez egy szép is, nagy a kiadás. A papírja is a nehezebb az átlagtól, igen, vagy nekem úgy tűnik. Igen. Meg igen. hát ugye ez, ez egy családi igen. méretű Biblia, tehát ez egy, ezért is egy tekintélyesebb méretű Biblia. Hát a felvezetésedet annyiba egészíteném ki, hogy, hogy, új, meg új és régi, vagy régi új. Igen. Mert ugye ez az 1908-as revidált Károli Bibliának egy új kiadása. És a jellegzetessége ennek az, hogy, hogy Régi, mert a 908-as jól ismert Károli Bibliát azt tulajdonképpen nem változtattuk meg, tehát, tehát nem ö, revidáltuk magát a fordítást. Tehát a szövegbe aktívan nem lett belenyúlva a Károli hmm. jellegzetességek, azok továbbra is megtalálhatók. Tehát ahogy valaki ismerte az 1908-as Károli, tulajdonképpen azt ismeri mindenki, aki Károli Igen. Bibliát ismer, mert az volt ö, ö, közhasználatban, tehát az teljesen ismerősnek fogja tartani, vagy találni. Amiben változott, az az, hogy, hogy ez a mai helyesíráshoz lett igazítva. Tehát a, a, mai magyar helyesírás szabályait érvényesítettük benne. Ez azt jelenti, hogy a szavaknak a helyesírása, a mondatoknak a központozása, az már a mai helyesírásnak megfelelő. Tehát, hogyha valaki ismerte a Károly Bibliát, akkor tudta, hogy nagyon sok Szót, a C betűket CZ-vel írták, a vonatkozó névmásokat, vagy aki, amely ezeket, ezeket külön írták. Különültek. Tehát ezek ezek a jellegzetességek még a, még a 19. század végi, vagy még annál is régebbi magyar helyesírás tükrözték, akkor így írták ezeket a szavakat, és ezeket most kiavítottuk. De maga a fordítás az tulajdonképpen ugyanaz. És persze van néhány jellegzetesség, ami még újdonság benne. És úgy látom, hogy maga a tördelés, a hasább szerkezet, a fejezetbeosztás, az egésznek a, a képe az változatlan. Tehát az teljesen újra lett tördelve, de az új tördelésnek az, lett, az volt az egyik irányelve, Hogyha valaki kinyitja így, ahogy te, akkor az egy ismerős Károli Bibliát találjon. Viszont, De teljesen újra viszont van látom, hogy alul vannak a kereszt hivatkozások. Tehát nem a Biblia versek alatt, különböző nem. csillagok, keresztek, kettős keresztek formájában, mint a régi. Így van. Hanem, hanem itt alul, alul található. Ahogyan meg. a mai Biblia kiadásokban többnyire már ugye, ilyen, úgymond lábjegyzetes kereszt hivatkozások vannak, tehát ezek lekerültek, ezek a, a hivatkozások, és át is lettek ezek nézve. Tehát egy, egy nagyon alapos átnézésen. Ma ment már át. különböző programokkal, kompjúterprogramokkal ez sokkal könnyebben megoldható, mint 1908-ban. Így van, bár éppen a kereszthivatkozás az egy olyan műfaj, hogy azt mindent ki kellett keresni egyenként. Tehát uh -huh. elképzelhető, hogy mekkora munka volt ez, hogy minden vershez tartozó, minden kereszthivatkozást azt nem tudja a gép eldönteni, hogy az jó-e, helyese, mert el van egy gép el, azt meg ki kell keresni, meg kell nézni, Ellenőrizi. és ezt megcsináltuk ö, kollégáimmal, és ö, és gyakorlatilag most olyan kereszthivatkozások vannak benne, amelyek helyes kereszthivatkozások, tehát ö, szudni kell a régi Károly Bibliának a, a kereszt-hivatkozásairól, hogy nem csak ezek, a amiket mondasz, hogy nagyon sokféle ilyen asterix, meg kereszt, meg pont, meg csillag, meg minden ilyenek voltak benne, amelyek egy picit olyan zavarosak voltak, mert az versen belül is hivatkozott arra az adott szimbólumra de de nagyon sokszor el voltak gépelve, nem pontosan ö, az, arra a versre utaltak, amit, amit mondtak. Ö, illetve hát ugye ennek a, a régi bibliáknak a kereszthivatkozás az nem pontosan olyan, mint a mai bibliáknak, mert a mai bibliáknak a kereszthivatkozás az egy ilyen gondolati utalást ö, szolgál. Tehát, hogy én ezt olvasom ebben a versben, és ehhez a gondolathoz, ehhez a témához az előzményt, meg, az előzményt vagy az utózmányt megnézhetjük itt és itt. A, a régi Károlyi Bibliában egy kicsit a kereszt az a konkordancia szerepet is betöltött, Igen, tehát szó. ez a szó itt vagy ott, hogy lesz és ezt a jellegzetességét nem változtattuk meg, de azért, ahol ez helytelen volt, vagy nem pontos volt, azokat kiavítottuk. Úgyhogy most egy, egy megújított, tehát nem emeltünk át más biblia kiadásból új kereszthivatkozásokat, ez a megszokott kereszthivatkozásrendszer, rendszer, pontosítva de pontosítva lett. lett. átnézve lett, és felfrissítve lett. Rúf kontra Károli, vagy Károli kontra Rúf. Én azt hiszem, hogy van olyan olvasó Közönség, és talán mondhatnám protestáns olvasók uh -huh. közönség, akik görcsösen ragaszkodnak a Károlihoz, minden újítást meghallgatnak, de aztán mégis maradnak a Károlinál. míg talán van egy olyan generáció, amelyik az új fordítás, az új nyelvezet, a mai használt beszédnyelvnek nyelvnek a, a gondolatait hallja vissza egy-egy bibliai szöveg kapcsán. Megfér ez a két fordítás egymás mellett? Nem, nem, fog, nem fog az egyik fordítás versenyhelyzetbe hozni, tehát ez nem. olyan, mint. Tehát elférnek? Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát ő, nyilván két bevett bibliafordítás fordítás az egymásnak nem konkurense, hanem, hanem abban Kiegészítője. segít. Kiegészítője. Kieg... Inkább úgy mondom, kiegészítő. Tehát nyilván a a, a RUF, vagy ugye az új fordítású Biblia, ami 75-ben jelent meg, aztán 90-ben lett először javítva, és majd most 2014-ben. Tehát ez egy olyan bibliafordítás volt, amelyik már a Károli Biblia ismeretében készült. Tehát ugye az volt, a Károli Biblia volt a bibliafordítás, és az új újfordításhoz képest adott egy új megfogalmazást. Sőt, eredetileg az Károli revíziónak készült, Én, aztán annyira több lett, annyira sok lett, összetett lett a változás, hogy végül is a fordítók azt mondták, hogy ez már nem Károli, ez neveztessék innentől új fordítás. Így van, tehát a, tulajdonképpen a projekt most mai, mai szóval menet közben lett át, ö, Átírva. mert egy valóban egy Károli ö, revíziót kértek a tudósoktól, és akkor a vége egy új fordítású biblia lett. De ez mondjuk a 60-as, 70-es években ez nem volt baj, mert akkoriban minden új volt. Tehát, hogy akkor az volt a, úgymond a, a a divat, most lehet így mondani, hogy legyen új fordítás. Ma már például sokkal jobban értékeljük a régi fordításokat, mert azért, ha valami évszázadokon keresztül bizonyított, és tapaszt, tehát megmutatta azt, hogy, hogy az értékeit, akkor ezt nem olyan könnyű, csak félretenni. Úgyhogy a, én ezért mondom, hogy az új fordítás az a Károly fordításhoz képest akart egy új megfogalmazást adni, érthetőbb megfogalmazást. De a kettőt, hogyha aki bibliaolvasó ember, akkor a kettőt nagyon hasznos egymás mellett olvasni, mert aki például nem ismeri az eredeti nyelvét a Bibliának, vagy nyelveit, annak óriási segítséget ad, hogy ezt a... Ezt az... több fordítást Igen, és, és, akár mondom, ez kiegészíthető másik, három, harmadik, negyedik, ötödik fordítással is, aki komoly biblia tanulmányozó ember, az, az, az nem kerülheti meg, hogy több fordítást használjon. Én mondjuk milyen hídember híd vagyok, mert én, én úgy indultam egy református gyülekezetben, gyálom, hogy ez egy, egy konzervatív gyülekezet volt, ebből a szempontból. Károlyi Bibliát olvastunk, és én úgy mentem a teológiára, hogy Károlyi Bibliát olvastam, ismertem, az aranymondásokat Azon tudtam. Azon szocializálódtál És a teológián adták először a kezembe, hogy hát van itt egy új fordítás, ugye tudsz róla. És akkor kinyitottam, és akkor néztem, hogy te jó ég, hát ez ezt jelenti? Ez a, ez a vers, ez ezt jelenti tényleg? Úgyhogy nekem egy ilyen, ma úgy már egy heurisztikus élmény volt, hogy, hogy, hogy ezt meg lehet érteni is bizonyos dolgokat. Mert a károlyi Bibliában nagyon sok verset valójában nem értettem, és hát úgy elfogadtam, meg szerettem, meg mondogattam is, de ugye a, a szent szöveg iránti tisztelettel bántam vele, és akkor megdöbbentő volt, hogy annak értelme is van. Úgy Ott ugye. és amikor most fölmész, mondjuk karácsony táján egy szószékra meghívnak egy vendégszolgálatra, akkor a táskádban milyen Ruf Biblia lesz? Hát alapvetően Ruf Biblia, mert én már azt olvasom és azt használom, de van olyan gyülekezet, amiről tudom, hogy károli Bibliát használnak. És tiszteled annyira. És akkor az abból olvasok. Tehát azért nyilvánvalóan egy vendég az megtiszteli a, ez, a, ez a szószéket, meg a gyülekezetet, és volt már olyan helyzet, hogy, hogy ezt mondjuk elmulasztottam, és tudom, hogy nem volt jó élmény. Tehát láttam az arcokon, hogy azt várták, hogy a Károly Bibliából olvasok föl, és akkor kaptam észbe, hogy hú, hát nekem nem ezt kellett volna itt fölolvasnom. Uh -huh, uh -huh. Persze nem volt abból különösebb probléma, mert talán azért az Isten igéje csak lecsendesítette az indulatokat, igen, de, igen. de azért és ö, szerintem erre figyelni kell. Igen, ez egy nagyon pont. És ezt szokták mondani így a bibliatársatok köreiben, hogy, hogy a... a, a a, ezt úgy mondják ugye angol nyelven, hogy heart language, uh -huh. ami a te heart language-eden a, a szívethez szóló Biblia fordítás, ami azon a nyelven szól, amit, amit ami, ahogy te gondolkozol, érzel, és és nagyon sok embernek, sajnos most már egyébként egyre kevesebbnek a Károli Biblia a szív hmm. Bibliája, mert ez a generáció, amelyik Szép még ezt lassan is. Azt itt szépen, hagy bennünket. igen, kiballag a temetőbe, úgyhogy egyre kevesebben vannak, ezt mi látjuk a a Biblia fogyásunkon. És ezért is fontos volt, hogy, hogy ezt a Bibliát egy picit újítsuk meg, nem úgy, hogy lecseréljük, és akkor csinálunk egy félig meddig Károlit, félig meddig új fordítású Bibliát, hanem azoknak, akik esetleg már ö, hívő bibliaolvasó fiatalok, és van valamiféle ismeretük a Károli Bibliával, és akár szeretik is, mert egy nagyon szép nyelvű Biblia, ö, azoknak ez egy, ez egy, óriási gesztus és egy óriási élmény, hogy a régi fordítás, de mégis nem zavaró, hogy lépte nyomon beleütközök abba, hogy ezt nem így Nyelvtani pontatlanság. Igen, igen. igen, igen, Akkor már nem is fog megjelenni a klasszikus régi Károli nyomtatásba, hanem innentől átveszi a staféta botot, ez a nyelvtanilag helyesebb formátumú Károli. Ez a terv, igen. igen ahogy a rúf, átvette az 1990-es revíziónak a, a szerepét. Mostantól már ez lesz a, a Károlyi Biblia, így van. Néhány évvel ezelőtt a 10 és 12 éves unokámnak elővettem véletlenszerűen egy Károli szöveget, és felolvastam. És Mondtam, hogy most figyeljetek, most felolvasom a rúfból. Akkor jelent meg a rúf, akkor Igen. tejem. Ugyanazt a Biblia szöveget felolvastam a rúfból. És akkor láttam, hogy, hogy bólogatnak, Aha, és mondom, hogy melyiket értettétek, hát az utóbbit. Szóval a, a felnövekvő fiataloknak a Károli az már egy kis rejtvény igen. igen. Mert olyan régi szavak, kifejezések, szófordulatok vannak, amiket mi, akik ezen szocializálódtunk, észre sem veszük, annyira természetes. De a felnövekvő új generáció nem, fog, nem fogja érteni, nem, fog, nem, fog, nem fogja olyan otthonosan fogadni, mint ahogy azt mi elvárnánk. Igen, ebben van egy még egy plusz uh, tulajdonság a, ebben a kiadásban, uh, vagy vonása a, ennek a revíziónak. Tudnélik, hogy azokat a szavakat, amik már azon is túlmennek, amit említettél, hogy mi régi bibliolósok ismerjük, de a fiataloknak már nem mond semmit. Azokat, amiket már mi régi bibliósok se értünk, azokat bejegyzeteztük. Igen. Tehát ebben ö, ö, van hát egy körülbelül egy 180-100 szó, ami, ami olyan, hogy mi se nagyon értjük már. És ö, mondjuk magatürtőztető, vagy sömörgőzés, vagy nem tudom. Ö, lajtórja. Lajtória, azt még igen, igen talán azt még e, talán ismeri. A diákjaimtól meg szoktam kérdezni, 10 tízből kilenc nem, a, nem tudja. tudja. a tizedik pedig vidéki, az kapásból rámondja. Tehát De lehet, hogy például azt tudod, hogy mi a törés. Törés. Nem az a számtóföld. Tehát logikus, Igen. mert Igen. ugye, hogy a törés, az a törés. Tehát, hogy ilyenek vannak, hogy amiket mi is ezt a munkát végeztük, mi is becsillagoztuk, amikor láttuk azt, hogy Hát Opa. ezt meg kell magyarázni. Igen. És oda betesszük a jelentését, tehát a lábjegyzetek nem csak a kereszthivatkozásokat tartalmazzák, hanem ezeket a nagyon... egy, -egy ilyen arhaikus kifejezés. Ami lehet, hát. hogy egyébként egy mezőgazdaságból élő ember még ismeri, Igen. de mi már nem. Tehát a mai, még akár egyetemet végzett értelmiségi se tudja ezeket a szavakat. Úgyhogy ezeket becsillagoztuk, és ez egy, ez egy plusz járulékos segítség. Úgy tudom, hogy... Nem állt meg a projekt a Magyar Bibliatársulatnál, hanem a deuterokanónikus könyveket vetétek most górcső alá, hiszen annak idején a Vizsonyi Bibliában is megjelentek ezek a kanonikus könyvek a függelékben. Aztán utána valami oknál fogva kikerültek, de azért hasznos olvasmányok ezek, ha mi nem is tekintjük protestánsok, kánoni eredetűek, de mindenféleképpen fontos információkat hordoznak. Milyen munkát végeztek most? Hát nem tudom, hogy ezeket így lehet-e lehet -e ezeket a műhelytitkokat elárulni, te is benne vagy a munká, hogy akkor mondhatod egyes szám, vagy többes szám harmadik személy, vagy többes első szemébe is. Tehát végzünk. Ez egy olyan kiadás, ami, ami a 90-es években már megjelent, akkor lett tulajdonképpen... Az a szép bordó Így könyv. van, így van, ez a cím hogy deuterokanonikus bibliai könyvek, és hét olyan könyvet tartalmaz, bibliai könyvet, amelyek a Katolikus Ószövetségben benne vannak. Tehát a katolikusok Bibliájában, az Ószövetségi részben ezek benne vannak, de a protestáns Bibliák Ószövetségi részében nincsenek. És ahogyan mondtad, valóban a régi protestáns 16.-17. századi Biblia fordításokban még benne voltak. És aztán, ahogy hát részben ugye ez az ellenreformációnak is köszönhető, ahogy, ahogy elváltak egymástól a protestáns-katolikus feszültség. És ez tulajdonképpen egy egy különbség volt a, a kánon értelmezésben. Ugye ezek többnyire olyan könyvek, amelyek amelyeknek vagy. Vagy nincsen héber szövege, vagy nem ismertük sokáig, tehát csak görög görögfordításban ismerte a kereszténység, és, és így aztán a zsidóság sem tartotta ezeket szent könyveknek. És a, a protestánsok pedig hát a zsidóságot követték abban, hogy mit tekintenek szent könyvnek. Úgyhogy ez volt a, a tulajdonképpen az oka, hogy szépen lassan a protestánsok bár egy ideig benne tartották a Bibliába hát ilyen hagyománytiszteletből, Igen. de ott is megkülönböztetve, tehát a Károli Bibliában is ott volt, hogy apokrif könyvek, és akkor ö, ö, a két, két szövetség, az Ó és az Új Szövetség határán egy ilyen külön, tulajdonképpen egy közbülső mesdje volt, olvasásra hasznos könyvek, épül ép, építő könyvek. És ö, ezek aztán a részben mondom a katolikus-protestáns profilnak a szembenállása miatt is valószínűleg, kikerültek a, a kánonból, meg hát volt egy ilyen praktikus oka is ennek szerintem, én így bibliatársulati emberként is azt mondhatom, hogy a bibliatársulatok a 19. században hogy arra törekedtek, hogy nagyon gazdaságos, nagyon olcsó bibliakiadásokat adjanak ki, adjan, terjesztenek amelyben a katolikus egyház az tulajdonképpen hát ezeket anatémával, átokkal sújtotta, azt mondta, hogy ez egy eretnek. Hát a téma Így van, egy, 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 eretnek munka. És hát ez se segített, hogy benne hagyják azokat a könyveket a, a kiadásban, a bibliatársulatok, amely könyvek amely könyvektől hát vastagabb, meg drágább lett a Biblia. Tehát volt egy ilyen szempont is, hogy hát ha már, és nem tartották a protestáns egyházak ugye eh, ihletett könyveknek. Na szóval summa summarum nekünk volt erről egy fordításunk a, a 90-es években, és most egy, egy jegyzetezett, magyarázatos kiadást készítünk elő, és ehhez magát a fordítást is átnézzük. Tehát ez az a munka, amire tudok úgy hivatkozni, hogy a te is benne, benne, voltál, mint a Szöveggondozó Bizottság munkatársa, és hát nagyon remélem, hogy a jövő év valamikor első fél évében ez megjelenhetne. Meg fog jelenni. Igen. Elérkeztünk ugye a karácsonyi és az újévi időszakhoz. Mit jelent egy református lelkész számára, hiszen te lelkész is vagy, egy-egy ilyen határmesgyére elérni? Hát ez, hogy általában mit jelent, az, az nyilván nem annyira érdekes, mert, mert hát na, minden évben van karácsony, és, és, és minden évben ezt elmondjuk, hogy ugye várjuk az Úr Jézust ez az év azért ebben egy, különleges, különleges dolog. Tehát most, ahogy én prédikáltam is az adventben, Isten is vezettem, úgy el kellett azon gondolkodni, hogy milyen furcsa az, hogy ugye most, most, miközben ugye az egész világ hát egy, megint egy nehéz évet zár le, ugye a 20-as után a 21-es volt egy könnyű év, ez is egy rendhagyó év, de most az Adventben mi tulajdonképpen előre tekintünk, tehát a, a, az új egyházi év kezdődik Adventben, Adventtel, és ez egy ez fajta ilyen lehetőség arra, hogy a reménységet meg, megszólítsuk, és és tényleg a, a, az Úr Jézust várjuk, ahogy ezt mondtam, ezt minden évben elmondjuk, de most azért ennek Van szerinten... ebben egy veszély, hogy hogy, hogy már egy kicsit elsikkad, vagy... Igen, de most ugyanakkor viszont Azért gondolj bele, hogy ez két ilyen év után azért a, a, a reménységnek a felcsillanása az, hogy, hogy nem hagy minket magára az Úr, ez azért egy óriási... Reményt ad. És, és ugye az Immanuel, hogy velünk van az, a, az Isten, ez egy óriási üzenet, és, és hát mikor lenne nagyobb szükségünk erre, mint mint most így 2021 végén, és az új egyházi évnek a, a kezdetén, hogy legyen velünk az Úr, mert, mert nagyon nyomorultul érezzük magunkat, szerintem nagyon sokan, sokan vagyunk. Így, így van, hiszen ez a covidos időszak, ez azt jelentette, hogy az emberi kapcsolatok meglazultak, még ha gyülekezeteket nem is zártak be, de akkor is, akkor is bizonyos távolságtartások kialakultak, jogos félelmek kialakultak, és ez azért az emberi kapcsolatainkat erősen megviselte. Nincsenek az egyházaink jó helyzetben vagy jó állapotban. Én nem tudom, hogy te hogy látod, de az előző évekhez képest. Azért ez nem múlt el nyomtalanul, hogy volt itt két év, amikor vagy tudtunk templomba menni, vagy nem. Vagy tudtunk egymással találkozni. Vagy nem. Vagy nem, inkább nem, és ha találkoztunk is, hát nem tudtuk megölelni egymást, nem tudtunk kezet fogni. Igen. Nem tudtunk közösen urvacsorázni. Tehát ezek, ezek azért nem múlnak el nyomtalanul. Mi most teljesen triviális kapcsolópont ehhez, hogy a, hogy a, a Bibliatársulatot támogatja a 12 tag egy ugye? Közt az adventista egyház, a református egyház, evangélikus egyház. És most láttuk, hogy ugye ez a támogatás, ez azt jelenti, hogy hát ebben az évben szinte nem voltak istentiszteletek, vagy online istentiszteletek voltak abban az időszakban, amikor általában a támogatáshoz a persei pénzt összegyűjtik az egyházak, és töredéke lett a persei pénz. De az egyházak is ilyen helyzetben vannak, tehát a Bibliatársat is hát együtt vállal a szolidaritást sajnos az egyházakkal. Sajnos nem, nagyon kevés az a tudatos hívő, aki nem megy vasárnap templomba, de átutalja. De átutalja a pénzt. Pedig ez nagyon fontos lenne, ezt az egyházak Igen. nevében mondom, hogy hogy az egyház az abból él, amit az évek az, az, az hívek A tagjaink, tagjaink tartják fent így van, az egyházat. Így van, és ez nagyon ez fontos lenne is. tudatosítanunk. Úgyhogy Imánuel velünk az úr, és ezt nem, nem ö, ö, engedjük el ezt a következő évre, ezt a reménységet, úgyhogy így nézünk el. Még erre. egy pillanatra térjünk vissza a Bibliára határon túli területek, nyilván a magyar lakta területek igénylik a magyar bibliákat? Kapnak? Milyen típusúakat kapnak? Új fordítás? Kárul? A határon átnyúló bibliaterjesztésnek nagyon-nagyon fontos szerepe volt részben a kommunizmus idején, aztán a rendszerváltozás után, amikor még azért a határok azok nagyon világosan elválasztó pontok voltak. Most, hogy a, a, tehát akkor nagyon fontos volt, hogy a határon túli egyházakkal, vagy határon túli bibliatársatokkal, román bibliatársulattal, szerb bibliotársadattal, szlovák bibliotársadattal jó legyen a kapcsolat, és a terjesztést megoldjuk, tehát kapható legyen a magyar biblia. Most, hogy jó része a körülöttünk lévő országoknak Európai Uniós, ugye, ez ugye szinte nincs határ, tehát tulajdonképpen így a, a biblia terjesztés az, az abszolút gond nélkül megy. Vannak még olyan országok, ugye Ukrajna, vagy vagy Szerbia még mindig sajnos, vagy most már Horvátország, hál' Istennek nem, ahol, ahol még mindig nehéz eljuttatni a bibliát. Úgyhogy ö, ezek közül vannak olyan területek, ahol a Károli Bibliát használják, ez Erdélyben Edülsebb például, generáció. meg Erdélyben még mindig, nagyon-nagyon mondhatjuk, hogy ez a népszerű Biblia, Kárpátalján is, tehát tulajdonképpen ö, ez az új kiadás is meg kell oldani, hogy át ö, tudjuk juttatni a határon. Ö, román bibliatársattal nagyon-nagyon jó a kapcsolatunk, hála Istennek, úgyhogy nagyon sok közös programunk van, úgyhogy ők pedig a magyar nyelvű egyházakat kiemelten kezelik, és megszervezik, hogy jöjjenek a Bibliák Romániába, Magyarországról, úgyhogy ez egy nagyon ö, működő kapcsolat. Főtitkár úr, Pecsok Otto, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Isten áldását kívánjuk a Bibliatársaság munkájára. Megköszönjük megtisztelő figyelmünket, figyelmüket a nézőknek, elköszönünk Önöktől, Isten áldja Önöket, viszontlátásra!